az Újpest és az Alegerszeg után a Fehér Város eredményes voltál. Jó szériában vagy, mondhatjuk? Mondhatjuk igen, de ennek hála a folyamatos jó edzésmunka és a folyamatos játék lehetőség, a bizalom, amit ugye itt megkapok itt Kispesten, szóval nagyon-nagyon örülök neki, hogy nagyon jó döntésnek érzem már a legelső pillanatra, hogy ide jöttem, szóval nagyszerű fogadtatásban részesültem, szóval ez nagyon-nagyon fontos egy játékosnak, hogy ahol van, ott kiegyensúlyozottnak érezze magát és boldognak, és szerintem ezért jönnek az eredmények. De hallottad ki azt a batogást? Ezt beszéltetek a gazdival, hogy a négyszer aztán a hálóba kapod a labdát? Egyébként ezt mondhatjuk, hogy tényleg ez így volt a szabadrugás előtt. Mondtam neki, hogy találjon kaput, és megyek a kipattanóra, talált kaput, szóval egy nagyszerű gólpassz volt, hál' Istennek, de igazság szerint ez egy nagyszerű csapatmunka volt, amit a csapat nagyon-nagyon küzdött az utolsó percig, szóval mindenkinek gratuláció. Fókuszálni kell a következő mérkőzésre, nincs megállás, és hál' Istennek egy jó hetet kezdhetünk el megint. Mennyire vagy elégedett az egy ponttal? Kicsit mondhatom, csalódott vagyok, de mert megint ugye volt a kezünkben a mérkőzés. Sajnos ugye voltak pár hibák, amiket ugye gondolom majd a héten ki fogunk elemezni. De egyébként, amit mondtam, a csapat nagyot küzdött, szóval én úgy érzem, hogy ez egy nagyszerű küzdés volt a csapat részére, szóval én elégedett vagyok. Bodó Tamás arról beszél a sajtótájékoztatón, hogy te olyan csatára, akivel megvan a minőség, de szüksége van még egy kis időre, még egy kis javulásra, hogy azért a két gólpassz, három gól a mérleged, akkor ezek szerint ennél még jobb lehetsz? Igazság szerint igen, nem érzem még magam 100%-osnak. Én mondhatom azt, hogy egy még jó 70%-os vagyok. Ez az, amit még egy kicsit még többet kell edzenem a héten, ugye minden egyes héten ugye minél többet kell, hogy edzek, és pluszt adjak el az edzésen, akár az edzésen kívül is, hogy minél hamarabb formába tudjam hozni magam, és még jobb teljesítményt tudjak nyújtani, ahhoz, hogy a csapatot minél hamarabb oda tegyük vissza, ahova igazság szerint való.